Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. A Parallaxis podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Gergővel, aki geográfus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és ugyanilyen szeretettel köszöntöm műsorvezető társaimat is, Kovács Gergőt és Vince Miklóst. Szervusztok, srácok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok, én is! Én pedig Farkas Csaba vagyok, ha nem mondtam volna. Közlöm veletek azt is, hogy ez a 45. adásunk. Viszont a mai témával azért én megküzdöttem, azért ezt be kell, hogy valljam. Na, hát akkor kacérkodjunk a mai adás témánkkal. Valóban kihívás, mert hogy mi igazából ugye science fiction irányba szoktunk elmenni, de most egy fantasy van itt. Hát Gergő, te voltál az értelmi szerző itt a Trónok harcával kapcsolatban, és te találtál is itt azért szakirodalmat, tehát nem mi vagyunk az első olyan őrültek, akik ilyenbe vágják a fejszéjüket. Van itt egy nagyon komoly könyv például, de hát ez angolul van írva, azt hiszem. Pontosan, tehát, és szerintem nem is az utolsó őrültek leszünk mi, akik a Trónok harca háttér tudományáról beszélgetünk itt. De igen, Rebecca Thompson írt egy, hát magyarul Tűzjég és fizika, tehát a Trónok harca tudománya című könyvet írt le, amiben ugye a teljesség igénye nélkül jó néhány témát kivesézi így a Trónok harcában. Mire kell gondolni, mondjuk a sárkányoknak a biológiájára, hogy milyenek lehetnek ezek a sárkányok, ugye a testfelépítésük milyen lehet, majd erre egyébként később mi is ki fogunk térni. A Westerosnak a klímája, vagy esetleg a mások, tehát az élő halottaknak a neurológiája, vagy ez a rejtélyes zöld, milyen kis trutyi, a futótűz, vagy ugye eredeti nevén Whitefire, ami hogyha tüzet kap, akkor egy irdatlan nagy zöld robbanást generál, és egy ilyen, tényleg a Trónok harcának ez egy ilyen mondhatni tömegpusztító fegyvere. Na hát ilyenekről és ehhez hasonlókról esik szó ebben a Trónok harca tudománya című könyvben, és hát mi is ugye egy kicsit a Trónok harcának a tudományos hátterét szeretnénk most ebben az adásban egy kicsit kivesézni. Na most figyeljetek, még egy dolog, mielőtt ebbe belemegyünk, hogy konkrétan a benne levő fizika, ugye valahol az is fizika, ez a mit érez az ember arról, hogy mennyire olyan egy adott évad, mint a többi évadok. Most ugye az érdekes az egészben, hogy természetesen a fizika ennek a vizsgálatára is alkalmas. Ugye van nekem egy ismerősöm, Janosov Milán, aki még az ELTE-n járt fizikus szakra, de aztán a CEUN lett doktorandusz, és már doktor. És időről időre felbukkantak a tudományos munkáival kapcsolatos ismeretterjesztő írások is itt-ott. Tehát ezek elég nagyot mentek a sajtóba, persze, mert ugye a Barabási csapatban kutatott egyébként a CEUN, és ugye egyszer, például erre jól emlékszem, és most vissza is kerestem, hogy 2017-ben írt róla egy cikket, és lett belőle sajtóközlemény, meg minden, hogy megjósolta a magyar hálózat kutató modellje, tehát Janosov Milán modellje, a Trónok harca szereplőinek a halálát. Tehát, hogy tulajdonképpen a gépi tanuló algoritmusba gondolom beletette a korábbi haláleseteket, meg hogy hogyan kapcsolódnak a karakterek, tehát egy nagy hálózatot épített ki a szereplők közül, és akkor a társadalmi hálót felrajzolva az egyes karakterek által betöltött pozíció alapján megjósolta a rendszer, hogy kinek milyen esélyei voltak a túlélésre. És ugye ez egy hogy ez 2017-es eredmény, és ugye az akkor indult talán a hetedik évad, vagy valami ilyesmit olvasok itt. Ezt ti tudjátok, és akkor az a nagy kérdés, hogy most újra vissza kéne menni Janosov Milánhoz,
és megkérdezzük, hogyha vajon lefuttatta-e vajon azt az analízist utána, az utolsó évadra, és hogy elromlott-e ilyen értelemben. Hát szerintem elromlott, mert eléggé eltávolodott magától a sorozat sok tekintetben, és ebben a tekintetben is, úgyhogy én azt jóslom, vagy hát így anélkül, hogy ismerném a projektet, szerintem az az algoritmus sajnos csúfos kudarcra volt ítélve az írók szeszélyes hozzáállása miatt. Csak ugye az volt a szép, a torta próbálja az evés, tehát a Milánnak a kutatása az még az új évad előtt megjósolta azt, hogy kiknek milyen túlélési arányai vannak, és akkor például bejött nekik, ugye, tehát ez azt mondja, most én olvasok, hogy akit a meghalásra legesélyesebbeknek, Spoileres lesz, Miklós? Figyelj, én nem tudom, mert itt nevek vannak leírva, amiket én nem fogok... Spoiler alert. Hát azt mindig bemondjuk az adás elején, a spoiler alertet. De most én azért nem mondom, mert képzeljétek el, én nem tudom ezt a nevet, hogy kell kimondani, és ezért aztán nem fogom magam leégetni, úgyhogy csak azt mondom, hogy egy bizonyos karakter, akit a Milán algoritmusa a legesélyesebb meghalónak jósolt, az valóban meghalt az évadban. Viszont voltak olyanok, akiket nem talált el a modell, de azért még mindig elég jó hatásfokkal működött, de hát ez nem az utolsó évadra van tesztelve, szóval izgalmas dolgok ezek. Na, fiúk, kezdjük akkor a sárkányokkal ezt az egészet. Ebbe az az érdekes, hogy maga Neil deGrasse Tyson is nekiállt itt szakérteni a sárkányokkal, legalábbis ő neki vannak ilyen tweet sorozatai, és itt a Trónok harcával kapcsolatban is például megírta, hogy amikor ugye kihúzzák a sárkányt a nem is tudom honnan-onnan a jég alól, na az a bad physics, laza a lánc, az nem jó. De olyat is írt például, hogy tök jó a sárkánynak a szárnyi mérete a testéhez képest, az a jó fizika, tehát ilyeneket írt. Na én pont ezt néztem meg. Neil deGrasse Tysontól teljesen függetlenül, ugye, viszont nem fizikai, hanem paleontológiai szempontból vizsgálva ezúttal a kérdést, azt kell, hogy mondjam, hogy amiket ott látunk, akkora lények léteztek. Tehát, hogy konkrétan ilyen méretű repülőlények léteztek, ugye a legnagyobb repülőlény, ami valaha élt a Földön, ugye az ez egy repülősüllő volt, a Quetzalcoatlus nevű dínó, ami a késő krétakorszakban élt Észak-Amerikában, és ugye azért kapta a Quetzalcoatlus nevet, mert a Quetzalcoatl aztán egy azték, most összekeverem mindig szegényeket, az aztékokat, az inkákat, meg a majákat, de mindig szóval valamelyik ilyen kultúrának a főistene volt, és hát annak a szárnyfesztávolsága 10 méter volt, és egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen pterosaurus, tehát, hogy mint úgy pteranodont, azt ugye ismeritek, tehát ez kb. Úgy nézett ki, és tehát a szárnyfesztávolsága ez a 10 méter, ez hatalmas, de két fajváltozata létezik, a Quetzalcoatlus northropi és a másik Quetzalcoatlus, és a másiknak is akkora egyébként a szárnyfesztávolsága, ami akkora a kisebb fajtának is, mint egy Cessna repülőgép, tehát egy Cessna kisgép, és egyébként úgy, most arról megoszlanak a vélemények, hogy a két fajnak mekkora volt a tömege, amik ugyanebbe a rendbe tartoztak, ugye? Tehát az egyik azt mondja, hogy 70 kilós volt a kisebbik, de a másik becslés, az meg azt mondja, hogy 200-250, és erre a nagyobbra, a Quetzalcoatlus northropira, erre meg olyan becslések is vannak, hogy ez talán egy fél tonnás állat lehetett, tehát ez konkrétan egy sárkány. Hát nyilván a tüzet nem tudott okádni, de jelen tudásunk szerint ez a legnagyobb repülőállat a Földön, tehát ilyen állat így biomechanikailag ez létezhet. Tehát nem lehetetlen, hogy ekkora repülő élőlények létezzenek, sőt úgy tűnik, hogy léteztek is. És hát amellett, hogy a szárnyfesztávolsága tényleg elégséges a testméretéhez ahhoz, hogy ez a sárkány repülni tudjon, amellett azt is kiemelte, hogy a sárkányok, amikor drogon a Földön van, akkor úgy használja a szárnyát, mint valami mellső végtagokat, tehát mint mondjuk a denevérek. Tehát nagyon-nagyon jól lett ez interpretálva a sárkánynak a mellső végtag használata, tehát hogy ez így
fejlődött ki ennek az állatnak a szárnya. Ugye ebben is amúgy akkor hasonlít ezekre a lényekre, mert ezek a Quetzalcoatlusok is állítólag talán járni is tudtak ezeken a szárny végeken. Amikor a Viserion ugye elpusztult, tehát amikor az éjkirály elpusztította őt, és akkor ugye beleesett ott fönt északon egy ilyen jeges tóba, és a szegénynek tehát a szegény sárkányt utána az élő holtak, ahogy húzták kifele, és a lánc az laza volt, tehát a laza lánc, ahogy így húzta a rengeteg ember, az így hegyen, dombon, völgyön át szépen hullámzott. Tehát ez ugye kijelenthető, hogy ez abszolút nem lehetséges, tehát a fizika törvényének ez a teljes ignorálása véleményem szerint. Ilyet jó, de ilyet egyébként szerintem bármelyik filmbe lehet látni, hogy nem csak fantasybe. Tehát az most, hogy nem feszül meg a lánc, hát most emiatt ne törjünk pálcát felettük. De az, hogy például a szárnyfesztávolságot azt jól eltalálták, az azért is nagy plusz, mert egyébként persze a képzőművészet a középkorig visszamenőleg tele van irrealisztikus szárnyméretű repülő lények ábrázolásával, ugye gondoljuk a kis puttókra, vagy az angyalkákra, vagy ilyesmi, mi kb. Úgy vannak ábrázolva, milyen, mit tudom én, ilyen barokk festményeken a puttók, ugye, hogy ilyen kis gyerekek, akiknek ilyen nagyjából felnőtt tenyérnyi kis szárnyacskáig. Tehát ilyen, mit tudom én, ilyen liba szárny méretű valamijei vannak ott hátul, és hát például valószínűleg nem tudna repülni, de ehhez képest a trónok harca sárkányai azok úgy ránézésre teljesen rendben vannak. Nagy pluszpont az alkotóknak. És mond valamit a Rebecca Thompson a tűzokádásról? Ő nem, de Tysonunk, ő igen, illetve az is egy nagyon jó kérdés, hogy a Viserion, tehát a jégsárkány, aki ugye átalakult ilyen élőhalott sárkánnyá, hogy az ugye, amikor látjuk, hogy lebontja a nagy jégfalat ott északon, akkor ilyen kék tüzet okált ki. Na most ugye jön a kérdés, hogy az a tűz, az hidege vagy meleg. Hát ugye tudjuk azt, hogy körülbelül olyan háromszor olyan forrónak kellene lennie annak a kék tűznek, amit ő Viserion kiokált magából. De ugye Miklós, szerintem ezzel te jobban képben vagy, hogy nagyjából milyen hőmérsékletűnek kéne lenni ennek a tűznek. Tyson szerint körülbelül háromszor forróbbnak. De stimmel, igen. Tehát, hogyha, hogy ugye az biztos, hogy a kék izzás az mindig magasabb hőmérsékleten van, mint a piros. Most az, hogy háromszor, azt nem tudom, de hogyha abba gondolunk bele, hogy esetleg akkor ez a frekvenciával arányos lehet, ugye? Tehát, hogyha arra gondolunk, most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors számítást végezve, arra gondolva, hogy a fény, a frekvenciával, vagyis a színnel ugye arányos lehet az energia, tehát a hő, akkor hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk a kék az mondjuk jó, hát a három, elhihetjük nagyjából szerintem jó, én nem tudom, a Tyson biztos jobban kiszámoltam, most én itt fejben próbálkozom, de valami egyszer-kétszer-háromszor én ezt itt simán megkajálom, igen. Hát ugye körülbelül háromszoros szózót írt, tehát ugye ez a vörös-narancsos tűznek ő 1000 Celsius fokot mond, szerinte a kék láng az olyan 3000 Celsius fok fölötti lehet. És ugye még azt is leírja, hogy ez, hogyha valóban létezne ez a tűz, akkor ugye oxigén és acetilén keveréke lenne, tehát ugye annak az égését látnánk itt. Jó, hát ez komoly. Na, hát ezt nem tudom, és ő honnan veszi? Ja, hogy annak van ilyen színe, és akkor visszafele gondolkodva? Tehát akkor valahogy acetilént böfög föl a sárkány? Uh-huh. Valahogy. Hát, hogy aztán honnan szed a sárkány annyi acetilént, az már egy egészen más kérdés. Jó, hát figyelj. Szerintem ezt nem igazán tudnak hát, megmagyarázni. Nő ott egy olyan gyümölcs, és azt teszi meg. Vagy nem tudom. Amúgy mit esznek a sárkány? Embereket? A Quetzalcoatlus az halakat evett, meg kisebb lényeket. Volt a sorozatban jel arra, hogy embereket is ettek a sárkányok, meg állatokat is. Tehát igazából éppen amilyen kedve volt a sárkány királynőnek, ugye? Hát körülbelül igen. Hát még a sárkányok azért elég sok témát tudnak nekünk adni. A Trónok harcának a legvégén, a 8. szezonnak a vége fele, a Daenerys, akit Emilia Clarke alakít,
ugye ő Daenerys Targaryen, tehát a Targaryen lány, aki szeretné meghódítani Westeros, és ugye uralma alá hajtani az egész kontinest. Ő a legvégén, hát mondhatjuk, az finoman fogalmaz, hogy egy kicsit elveszti az eszét. Ugye a királyvárban, tehát Westeros fővárosánál ott van a sárkánya, a sárkánynak a hátán, és akkor a királyvárnak a harangjai megszólalnak. És ugye ez azt jelenti, hogy a város megadta magát, és ő ilyen hirtelen felindul, ebből felperzseli az egész várost, és akkor azt látjuk, hogy repül a sárkány, ugye az emberek, civilek is, katonák is futnak, amerre látnak, és ahogy a sárkány ugye leokádja a házakat tűzzel, ugye azt látjuk, hogy ezek az épületek szinte felrobbannak, és hát ugye ez is eléggé érdekes kérdés vetett fel, hogy hogyan tudnak ezek az egyébként kőházak felrobbanni, és Tyson ezt is megmagyarázta, hogy magának ennek a tűznek a hőmérséklet olyan nagy, hogy annyira hirtelen melegíti fel a házak belsejében lévő levegőt, hogy az a levegő tágul ki robbanásszerűen, és az veti szét a házakat. Hát, na jó, oké. És akkor a Tyson által kiszámolt hőmérséklet, meg az okádás, a tűzokádással járó fluxus, az ezzel konzisztens? Tehát mit mondtál, hogy hány ezer fok kellene hozzá a kékizzáshoz? Valami olyan 3000. Na most ez ja. Nem a kékizzás, tehát itt most már, de egyébként jó, hogy ezt letisztázzuk, tehát a... Ja, azt hittem az volt, hogy a sárkány leokádta tűzzel az épületet, és fölrobbant. Az volt egyébként. Az volt egyébként, csak nem a jégsárkány, hanem a sárkány 1.0, tehát a kis rendes sárkány. Tehát a jégsárkány az, ami a meleg füstöt ami a forró tüzet okádja, ugye? Hát, ha Tyson mondja, de egyébként itt elég jó a mérleg eddig, nem? Tehát jó, azt mondtuk, hogy a CGI lánc az nem olyan jó, de hát arról nem a sárkány tehet. Jó, de egyébként múltkor olyan dolgokat elengedtünk az Erzsóval, ugye, meg Nándival, a Tom és Jerrynek, hogy ahhoz képest most tényleg azon már tényleg ne akadjunk fel azon a láncon. Na. Hát ezért mondom, hogy biológiailag teljesen jók vagyunk, ja. Amiket eddig elmondtatok. Igen. Ez a, hát mondjuk azt, hogy ez a felrobbanás, ez Tysonnak elhisszük, és akkor azt mondhatjuk, hogy pipálhatjuk nagyjából a sárkányt, vagy van még valami, Gergő, ami sárkányokhoz köthető? Van még egy dolog, ugye Daenerysnek eredetileg 3 sárkánya volt, ugye Viserion, ő belőle lett a jégsárkány, Drogon ő vele perzselte fel királyvárat, és volt még egy harmadik, Regál, hát neki meg az lett a vége, hogy amikor a két sárkányjal Daenerys közeledett királyvárhoz, akkor ezt a sárkány lelőtték. Na hát ez most egy nagyon-nagyon érdekes történet. Daenerys Drogon hátán repül, mellette Regál, egy kicsit olyan kis erőtlenem, mert az előző csatározás megviselte, még a szárnya is ki volt egy kicsit lyukadva, és azt látjuk, hogy ilyen nagy, irdatlan, nagy, több méter hosszú, hatalmas nagy nyílveszők eltalálják ezt a sárkányt, átütik az egyébként elméletileg igencsak sebezhetetlen testét, tehát hogyha a Trónok Harca univerzumában lennénk, akkor hogyha a sárkánnyal lenne dolgunk, akkor nagyon-nagyon bajban lennénk, mert ezek gyakorlatilag sebezhetetlen állatok, főleg hogyha már ilyen nagyon-nagyon kifejlett példányokról van szó, de azt látjuk, hogy repül Regál, eltalálja vagy 3 hatalmas nagy nyílvessző, lezuhant bele, csobban a tengerbe, és figyeljetek, a hajók, amikről hát ilyen úgynevezett skorpiókkal lelőtték a sárkányt, ezután, a jelenet után bukkantak fel egy sziget mögül. Tehát konkrétan kiszámították azt, hogy körülbelül ez a nyílvessző 1 kilométert tett meg a kilövése után. A sárkány körülbelül 18 km/h repült, de hogy a nyílvessző ennyi, tehát ekkora távolságból lelője a sárkányt, az körülbelül 7200 km/h kezdeti sebességgel kellett volna repülnie, hogy átüsse a sárkánynak a testét. Ráadásul, hogyha megnézitek majd később, akkor jól látszik, hogy nem egy olyan nyílvesszőről van szó, aminek ilyen tűhegyes vége van, hanem ilyen nagy, hatalmas, nagy
kampós, négyágú, mint egy vasmacska olyan, tehát abszolút alkalmatlan arra, hogy egy kilométer távolságból egy repülőállatot átüssön. De ez átütötte. Arról ne, és akkor ezt jól tudom, egy hajóról indítottak. És egy hajóról indítottak, ráadásul. Tehát képzeld el, hogy az a hajó, hogy az mekkorát lendül hátra. No, hát, hogyha kilőnek. Egy 2000 méter per szekundummal száguldó. Ez volt a csodafegyver, ugye? Szóval. A sárkányok ellen. Igen, ez volt a csodafegyver, a Skorpió, de az, hogy még ráadásul a sziget mögül lőttek ki valahogy, hát az meg teljesen elfogadhatatlan, hogy ugye lelőjük a sárkányt, és akkor a Daenerys szíján néz a Drogonnak a hátán, és akkor utána látja, hogy a hajók így előúsznak a sziget mögül. Na, jól lehúztuk itt a sárkánytudományt itt. Na ezt oké, de ez viszont tényleg ennyi a készítőknek. Ez egy fekete pont. Sok piros pont után most igen, tessék, akkor ez járnak. Tessék jól kigondolni a térképét a jeleneteknek. Igen, ez egy látszik, hogy itt nem volt rendesen felderítve. A szegény fantasy film készítők nincsenek biztonságban, mert az, hogy a science fiction-t állandóan árgus szemekkel nézik, az már gondolom egy szokásos üzem. De hát ugye Tom és Jerryt is, meg most már ugye a fantasy filmeket is, most már könyveket írnak ilyenekről, hogy Trónok harca, úgyhogy oda kell figyelni, kedves igen, készítők. Hát szerencsétlen kutatók minden lehetőséget meg akarnak ragadni, meg akarunk ugye ragadni, hogy valami popkultúrán ismertet. Szeretnének igen. Ismertséget szerezni. Hát igen, illetve hát a fizikának ismertséget, vagy hát ezt mondjuk, ugye? Vagy a, igen, így, hát igen, ugye, azért tegyük hozzá. Csak erről szépítetted szó. Nagyon jól, Miklós, ezt a gondolatot. Na hát, Gergő, egy hozzád még közelebb álló téma, itt a Westeroszi klímahelyzet. Ugye itt mire kell gondolni elsősorban ez a nagyon sokáig közelgő tél, ami aztán nagyon sokáig el is húzódik a legendák meg az ilyen ijesztgetések alapján, vagy van-e esetleg még olyan dolog, amit a képernyőn látunk, és magyarázatra szorul, vagy megmagyarázzák egyesek, vagy neked, úgy hallottam itt az adás előtt, hogy még neked is külön elméleteid vannak ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy ez nagyon exkluzív lesz. Azt érdemes tudni, hogy a Trónok harcában ténylegesen ilyen kaotikus klíma van, tehát tökéletesen előrejelezhetetlenek az egyes évszakok. A legutóbbi tél az előző nemzedékek ideje alatt volt, és a idézős mostani nyár az pedig 7 évig tartott, és ugye ezután jön megint csak egy drasztikus klímaváltozás, tehát ahogy ugye tényleg ahogy látjuk a 8. évadban, hogy írdatlan nagy havazások vannak, meg tényleg azt látni, hogy a klíma mindenhol elkezd hűvösebb lenni. Na most, hogy mik azok, amik ilyen nagyon szokatlan klímát eredményeznének Westeroson? Hát ugye ebből van több is. Hát ugye a mi földünkön azért annyira nem jellemző ez a nagyon-nagyon kaotikus klíma, ennek is ugye több oka van. Itt megemlíthetjük azt is, hogy van a Földnek egy holdja, hogy Westerosnak van-e holdja, nem tudom Csaba, hogy te emlékszel-e, hogy van-e ebben utalás a sorozatban, vagy bármi, én nem találkoztam semmi nemű utalással arra, hogy Westerosnak lenne holdja. Nem, én sem. Tehát ugye tegyük fel, hogy nincsen, tehát nincs semmi olyan égitest, ami a Westerosnak a forgástengelyét stabilizálná. Tehát egy instabil forgástengelye van Westerosnak. A Földünk forgástengelye az azért egy stabil dolog, de még így is egy 41 ezer éves periódusban változik a hajlásszöge. Nem olyan nagyon-nagyon nagy mértékben, mindössze 22,5 és 24,5 fok között változik 41 ezer éves periódussal. És hát ugye nem csak ez az egyetlen egy pályaellen változás a Föld tekintetében, hanem sok minden más is van, és ugye ezeket hívják ugye Milankovics ciklusnak, mert Milankovics ciklus szerint ugye egyszerre kell figyelembe venni mondjuk a változó Föld naptávolságot, a Föld pályának az alakját, tehát hogy mennyire elnyúlt a Földnek az ellipszise, az előbb általam említett forgástengely szögének a változását, illetve a precessziót, ami pedig azt jelenti, hogy a Földünknek a forgástengelye pontosabban annak az iránya 26 ezer évente elér egy kört, mint egy búgócsiga. Tehát ugye jó néhány olyan tényező van a Földünknek a klímájában, ami
azért kimutatható módon befolyásolja a klímát, hogy ez Westerosnál mennyire lehet számottevő. Nyilván, hogyha nagyon érzékenyebb ez a világ pályaellenváltozásokra, és mondjuk sokkal drasztikusabbak ezek a pályaellenváltozások, hamarabb történhetnek végbe, akkor ugye nyilván, de a Föld esetében nem egy-két év alatt változik meg a pályaellenváltozások miatt a klíma, hanem több százer, esetleg több millió éves periódusokról van itt szó. De nem csak a pályaellenváltozások gyakorolhatnak hatást, gyakorolt hatás mondjuk a naptevékenység, elég, hogyha mondjuk a Maunder minimumra gondolunk, ami ugye olyan 1600-700-es években volt, amikor ugye nem is volt napfolt tevékenység, de beszéltünk mondjuk arról is, hogy mi van, hogyha vulkanizmus okozza a Westeroson ezt a nagyon szélsőséges klímát, mit gondoltok? Jó, nekem itt külön véleményem van egyébként ebben a kérdésben, bár én nem vagyok ekkora szakértő, de azt itt a planetológiai témákban, de ugye azt kérdezted, hogy van-e a Westerosnak holdja, de azt nem kérdezted, hogy lehet, hogy a Westeros is egy hold. Akár. Ugye? Tehát, hogyha belegondolunk, ugye ott van például ugye az Avatarban, ha belegondoltuk, ugye például, ami szintén egy ilyen nagy sárkányokkal jellemezhető világ, ugye, ott ugye az van, hogy a Pandora például az egy hold. Na most egyébként olyanra viszont több példát látunk a naprendszerben, hogy kaotikus jellegű pályaelemei legyenek holdaknak, ugye éppen azért, mert ugye egy több test problémáról van szó, tehát amikor a bolygó kering a csillag körül, mint például a Föld, akkor igen, ott a Milankovics ciklusok azok ugye elég lassú változást okoznak, oké, ez igaz. De például, ha megnézitek például a Plutó-Káron rendszert, akkor ugye ott mi a helyzet? Ott ugye van a Plutó, meg a velem összemérhető méretű hozzáképest bazi nagy holdja, a Káron, akik ugye kötött keringést végeznek egymás körül, de olyannyira, hogy mind a ketten kölcsönösen ugyanazt az arcukat fordítják egymás felé. Tehát még csak nem is úgy, mint a Föld meg a hold, hanem mindketten egymás felé, tehát lehetne közöttük kifeszíteni egy kötelet, és mászkálni rajta föl meg le, éljen az űrlift. Na, viszont az összes többi holdot van, ugye, amiket később fedeztek föl, ugye a Hydra, a Nix, a Styx és a Kerberos. Na most ezek a külsőbb holdak, ezek pont amiatt, hogyha a Plutó-Káron rendszer, tehát a két legbelső, legnagyobb égitest, például ugye, amik ilyen kötött keringést tegeznek, hogyha az egy égitest lenne egy helyen, akkor ez az összes többi másik négy hold is egyébként ilyen kötött keringést végezne, de mivel, hogy a Plutó-Káron rendszer az nem egy tömegpont, hanem kettő, ebből az következik, hogy például a Styx-nek teljesen kaotikus a forgása, tehát hogyha ott vagyunk rajta, akkor körülbelül olyan szinten látnánk előre jelezhetetlen évszakokat, mint a Trónok harcában, és nem ez az egyetlen példa, hanem például ott van a Hyperion, ugye, ami a Szaturnusznak az egyik holdja, ami szintén kaotikus forgást tud bemutatni. Hát azt a titán zavarja be legjobb tudomásom szerint. Így van, pontosan, ugye? Igen, tehát ott meg az van, hogy ott meg ott a két nagy tömeg, ami a fő bűnös, az ugye, ami ott a Plutó rendszerben, a Plutó meg a Káron, az itt meg a Szaturnusz meg a titán, aminek hatására ugye nem az van, hogy a nap hossza amúgy eléggé fix, hanem csak az, hogy a forgás tengely iránya, ami ugye konkrétan az évszakok hosszával kapcsolatos, tehát hogy konkrétan a forgás tengely irányának a dülöngélése tud kaotikus lenni. Szóval ilyen világok a naprendszerben is léteznek, tehát hogyha nem tartjátok elvetendőnek azt a feltételezést, hogy ez a Westeros, ez lehet egy hold, ami egy másik bolygó körül kering, akkor például szerintem ez simán benne van a pakliban, hogy ez így működhet. Amúgy a vulkanizmus az teljesen jó ötlet, amúgy ezt leszámítva, csak még a pályaelemek esetében se érzem teljesen lehetetlennek a sztorit így. És persze ott van a vulkán, azt meg meséld el, vagy vannak vulkánok? Vulkánról, Westeroson nincsen tudomásom, de ugye tudjuk azt, hogy... Na most ezt pont úgy mondtam, itt, hogyha jártam volna Westeroson, nincsen. De... Ugye nem is ismert az egész világ idézőjelben, de én szerintem a vulkanizmus az egy tényleg potenciális jelölt lehet a Westeros kiszámíthatatlan klímájára, hogy csak egyetlen egy dolgot mondjak, remek példa
a tambórának az 1815-ös kitörése, amikor a rákövetkező évet hívták úgy, hogy a nyár nélküli év. Így vonult be a történelembe, mert 1816-ra a nyár az egyszerűen nem jött el az északi féltekére. Tehát júniusban Európa, Ázsia, illetve Észak-Amerika szerte havazott, és hát jelentős terménypusztulások voltak, ami miatt pedig éhínség, illetve járványok dúltak ezeken a kontinenseken. Tehát a tambórának a kitörése így közvetett módon akár ilyen 10 milliónál is több áldozatot szedhetett. Viszont egy érdekes történet, hogy ezen a nyári éven, ugye 1816-ban, ekkor is ugye jó eséllyel ennek a hatására íródott a Frankenstein. Amit még fontos kiemelnem, így a holdakat említett, hogy mi van, hogyha Westeros hold. Én csak annyi kivetnivalót találok ebben, hogy a naprendszerünkben az olyan holdakat leszámítva, hogy mit például a Hiperion, aminek kaotikus keringése van, a túlnyomó többséggel az összes jelentős méretű hold az kötött keringésű. Tehát akár a Galileo holdakat nézzük, ugye akár a Charont nézzük, akár mondjuk a Japetuszt nézzük. De a többi is az lenne a Pluto-Charon rendszerben. Ugye a több, ott azok is kötött keringés holdak lenne, ha a Charon nem zavarna be. Igen. Ja, de igaz, ez igen, azt jó, hogy mondod, hogy azt tudjuk, hogy a Westeros az nem kötött keringésű, hiszen akkor mindig föl lenne. Hát igen, vagy valahol az égnek egy meghatározott pontján lenne a nap, tehát esetleg még az is szóba jöhet, hogy mi van, hogyha a Westeros napja egy változó csillag. Hoppá! És hogy annak az esetleges periódusai, hogyha mondjuk nem egy szabályos változó csillagról van szó, hanem egy olyanról, ami szabálytalanabb módon változtatja a fényességét, hogy ez okozza a Westerosnak a klímaváltozását. Ez megint csak egy nyitott kérdés, ez is egy lehetséges magyarázat, mint ahogy az is egy magyarázat, hogy ezennek a kombinációjáról van szó, tehát hogy mondjuk nincsen holdja a Westerosnak, tehát hogy a forgás tengelye instabil, elképzelhető, hogy mondjuk egy szomszédos égitest zavarja Westerosnak a pályáját annyira, hogy a bolygónak a pályájának az excentricitása is kimutatható, hogy emberi skálán érzékelhető módon változik. Most ugye hozzá kell tenni azt, hogy a Föld pályájának az excentricitása, nem inklináció, az más, tehát az excentricitása az olyan kb. 100 ezer éves ciklusban változik. Egyébként a Jupiter is a Szaturnusz hatására. Gergő, beszélj egy kicsit a vulkanikus tevékenységről, hogy az hogyan tudja akár egy egész bolygónak megváltoztatni a klimatikus képét. Ugye itt nálunk is, a Földön is olvashatunk ilyenekről, hogy esetlegesen, hogyha bekövetkezne egy ilyen, akkor az akár okozhatna kataklizmát. Hát a global dimming hatására, tehát a global dimming az a jelenség, amikor a légkörbe került jelen esetben vulkáni por, az ugyan blokkolja a napfénynek egy kimutatható, vagy éppen egy jelentős részét, és az okoz egy globális lehűlést. Tehát igazából a Westerosnál ezt én egy elképzelhető történetnek tartom, ahogy itt előbb beszélt arról is, hogy ugye 1815-ben a tamborának a kitörése is egy ilyen winter is coming eseményt hozott így a Föld történetével. Igen, ez nagyon jó. Meg egyébként a Maunder minimumos elmélet is tetszik, amit mondtál, hogy a csillag működésében van valami kis szabálytalan ingadozás. Úgyhogy ez szerintem simán belefér. Egyébként gondolkoztam az elején, hogy milyen lenne a klíma például egy olyan bolygón, aminek például, vagy hogy milyen lehetne egy olyan bolygó, aminek például az egyik felén mindig tél van. Ugye például ilyen lehetne, ugye az Uránusz ilyen nagyjából, aminek a forgástengelye az majdnem ugye a keringési síkjában fekszik pontosan, sőt, egy kicsit még azon is túl, tehát és ugye ez azt jelenti, hogy praktikusan nagyon sok ideig van olyan fele a bolygónak, amit egyáltalán nem ér napfény. Hát 18 évig tart egy éjszaka az Uránuszon, hogyha olyanak a körülmények. Sorozatban is azt látjuk, nem, hogy két kontinens van, egy nagyon meleg, meg egy nagyon hideg.
vagy egy változó Részben klímájú, igaz, mondjuk tehát úgy. az Essosnak a klímája az részben olyan melegebb, tehát ugye ahogy ugye látjuk Daenerys, ahogy ugye kóborol, meg ugye a dothrakiakkal, tehát ott azt látjuk, hogy ilyen nagy puszták vannak, meg ilyen sivatagos területek, viszont hanem én találtam az internet bugyraiban egy a Westerosról, illetve Essosról egy köppenféle klímatérképet. Na már most, hogy így a hallgatók nem mondják azt, hogy egészségedre, Gergő, ugye fontos elmagyarázni, vagy elmondani azt, hogy ugye Vladimir Köppen egy német, osztrák, orosz földrajztudós meteorológus alkotta ezt a térképet. Tehát ez egy ilyen éghajlat típusokat összegző osztályzó rendszer. Ugye első prototípus olyan 1900 táján készült el, és igazából statisztikai módszerekkel dolgozott, tehát ugye különböző öveket hozott létre a hőmérséklet és a csapadéknak az értékei alapján. És akkor így ugye a Westerosról is készült egy ilyen köppenféle klímatérkép, és akkor ezen gyönyörűen látszik az, hogy hol vannak azok a területek, ahol mondjuk ilyen tajgaik, hajlatú területek vannak, vagy ilyen nagyon mediterrán jellegűek, és egyébként nagyon ügyeltek erre a sorozatban, mert ugye, hogyha olyan jelenetet látunk, ami mondjuk a Dornban játszódik, akkor ott tipikusan, ugye szándékosan egy sivatagos területen forgattak. Tehát egy tipikusan olyan területen forgattak, ahol, ami ugye visszaadta Dornnak ezt a jellegét. Csak hogy egy példát emeljek ki. Hát nem csak a tél közeledik, hanem az adásunk vége is nagyon jön, pedig felírtunk még ide pár témát, de lehet, hogy azt kell csináljuk, hogy ezeket egy Trónok harca 2 valamikori adásra félretesszük, ha van még bennük annyi. Mert például ez a mások neurológiája, ez nagyon érdekesen hangzik itt, hozzácsaphatunk majd más zombi filmeket, és akkor úgy együtt elemezni ezt a kérdést, akár még azt is meg lehet tenni. Hát a szokolébresztő, ami az adás, ennek az adásnak az online premierje idejére már túl lesz ugye a 100. adáson, a 100. adása a szokolébresztőnek. Így van, a 100. centenáriumi adásnak az időpontja február 22-e lesz, illetve volt, viszont ugye a következő adás ebből következően, mint hogy 2 heti a műsor, március 8-án lesz, amikor Szentpéteri László lesz a vendégem, itt most egy kicsit megbicsaklik a rendszere a műsornak, mert ővel régen lebeszéltünk egy ilyen adást, március 8-án, nem a nőnap tiszteletére, bár egyébként az sem egy utolsó kapcsolódási pont, de itt megint egy történelmi jellegű adás lesz, tehát a hidegháború és az űrhajózás összefonódásait fogjuk boncolgatni az 50-estől egészen a 80-as évekig. Úgyhogy ez mindenképp egy izgalmas lesz, és őneki is óriási dumája van. És aztán majd utána, meg a későbbi adásokban pedig Suminski Nándorral ugye tovább vesézzük az űrkutatás történetét, hiszen ugye közeleg a Gagarin évforduló, ami 1961. április 12-i repülésnek az 50. évfordulója, ami tehát 2021. áprilisában lesz. Úgyhogy hát most mindenféle témánk van. És közben pedig hát az állandó szakértőinknek a műholdjai meg szépen mennek föl, és képzeld el, hogy lehet, hogy lesz egy olyan műhold, ami föld körül fog keringeni, és morzsa jelekkel azt fogja csipogni, hogy szokolébresztő. Hát ezek nagyon jól hangzanak. De figyelj, de még ne szaladj el anélkül, hogy én visszakérdezzek, hogy az impulzus házatáján mi van. Hát ugye? Ja, hát igen. Az impulzus az dübörög ezerrel. Az eredeti sorozatot nem sokára kivégezzük a Star Trekből. Azt hiszem, hogy most, amikor fölveszük a műsorunkat, mármint ezt a Parallaxist, akkor még három rész van a utolsó harmadik évadból. De mire hallgatjátok, addigra már lehet, hogy csak kettő, vagy lehet, hogy csak egy lesz igazából. És most, amikor jelen időben, megint csak amikor fölveszük ezt az adást, Rezsabek Nándival is csináltunk egy gyors beszélgetést itt a Perseverance Marsra szállással kapcsolatban, úgyhogy még azt is, hát mire ez eljut hozzátok, kedves hallgatók, addigra már jó régóta kint lesz ez az Impulzus Podcast adás, de hogyha esetleg lemaradtatok volna, és kell egy jó összefoglaló, mert nem néztétek az élő közvetítést, ennyi benye,
tessék megnézni. Egyébként meg lehet utólag is nézni, tehát a YouTube-on fönt van a Nándiéknak a közvetítése, ugye a Space Junkies, vagy spacejunkie.hu és a Space Station Guys-zal közösen készített kis YouTube videó, meg azóta készült belőle egy rövidebb összefoglaló verzió is, tehát azt is meg lehet nézni, aki csak a lényeget szeretné látni. Tehát ezek vannak most, igen. Szokolébresztő, Impulzus Podcast, planetology.hu, és hát ha a Parallaxison lévő tartalmakra vagytok kíváncsiak, akkor parallaxis.emtv.hu. Facebookon is megtaláltok minket természetesen, jönnek ott rendszeresen a posztok csőstül, illetve a Parallaxis és Szokol epizódoknak a hallgathatósága az biztosítva van a SoundCloudon, a YouTube-on, az iTunes-on és a Spotify-on, de lehet, hogy hazudtam, mert lehet, hogy a Szokol az a YouTube-on nem található meg. Tévedek, Miklós? Hát én úgy tudom, hogy nem tévedsz, tehát nem található meg, viszont a SoundCloudon igen, és az valóban elérhető a parallaxis.emtv.hu-ról kiindulva elég könnyen, rákattintva a szokolébresztő fülre. Igen, jöjjön oda mindenki a Parallaxisra, az a biztos, ott mindent meg lehet találni. Hát fiúk, köszönöm szépen, hatalmas nagy élmény volt, kedves hallgatók, sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu